Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Török Dani kollégánkkal megnéztük az Új Buda Újság legfrissebb számát. Jó hírek, ezeket a mai világban nagyon meg kell becsülni a címlapon. Beton helyett zöld egyre több helyen parkosítanak Újbudán. Ez nagyon-nagyon jó dolog. Feltörik a betont egy csomó helyen, és visszazöldítik, mert rájöttek, hogy teljesen feleslegesen van letérkövezve. Milyen jó lenne, ha egyre többen jönnének erre rá Budapesten? Hát egyrészt, másrészt az is tanulság, hogy nem kell feleslegesen betonozni és térkövezni ott, ahol nem muszáj. És a másik jó hír, még mindig csak a címlapnál tartunk, megújult a Mogyoróskerti bölcsöde udvara. Igen, de más hírek is vannak az újságban, például a közmeghallgatást tartott az önkormányzat. Rengeteg téma került szóba, amit a lakosság fontosnak érez, kérdése van róla, vagy változtatni szeretne valamint. Rollerekről például rengeteg városrészben okoz gondot, hogy szerte-szét dobálják a rollereket, tízesével állnak egymás hegyén hátán, az idősek babakocsisok felbuknak benne, és hát egyébként is nem így kéne lennie. Ezeknek már vannak lerakó helyeik, mikromobilitási pontjaik, de kevés van még belőle. Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy ezekben a városrészekben, Gazdagréten például elhelyeznek majd ilyen pontokat, és hát utána néznek annak, hogy a BKK tud-e valamit tenni ebben az ügyben, hiszen valahol ő is felelős ezért a helyzetért. Szóval egy szabályozatlan jogi kérdésről van szó, a rollerek működését még mindig nem igazán szabályozza semmilyen. Szerintem a civilizációs normák kérdése is, mert egyébként ezek jók, ezek a rollerek szerintem. Könnyítik a városi közlekedést, de amikor leszállsz róla, akkor ne dobd el ott, ahol megérkeztél, hanem kulturáltan elhelyezni. Igen. Igazából ezek nem olyan bonyolult dolgok, nem. Csak eddig nem sikerült megoldani. Fakivágásokról is volt szó, a kerület ingatlan vagyonáról, szóval sok-sok érdekes témáról. És azért én arra is felhívnám a figyelmet, hogy közmeghallgatás, ahova eljöhet bárki és elmondhatja a véleményét, illetve kérdezhet, miközben egyre szűkül ezeknek a fórumoknak a köre, de hát Új Buda tartja magát ehhez, és ez nagyon fontos, hogy személyesen is, akinek fontos, az elmondhassa a véleményét, illetve kérdezhessen. Aztán az idő nem mindig volt, nem volt egész nap olyan, hogy szokták mondani, kegyes, de a halászlé azért vígan főzött, és mondjuk a bográcsban beleesik egy kis esővíz, attól még nincs olyan nagy baj. Szóval jól sikerült, sokan voltak, finom paják voltak, tetszett az embereknek. Így van, sok koncert is volt. Aztán indult egy új sorozatunk a körzetről a körzetre, ez önkormányzati képviselőket mutat be. Ugye kevesebb, mint egy év múlva önkormányzati választások lesznek. Érdemes megismerni az ő munkájukat, céljaikat, elképzeléseiket. Most Németh Gyöngyvér került sorra. Ő mesélt arról, hogy mit gondol fontosnak a körzetében, ami egyébként Gellért-hegy és a Bartók Béla út, a Kulturális Városközpont fejlődési lehetőségeiről mesélt. Szóval érdemes ezt is elolvasni. Aztán van egy egész szobor, csokrunk szobrokból, Mahunka Imre császári és királyi udvari bútorgyáros nemzetgyűlési képviselő szobránál volt koszorúzás, aztán megkoszorúzták Szent Pió szobrát, és Bodor Tibor a legendás hang is emléktáblát kapott, és ha már szobrok, akkor lapozok egy nagyobbat. Összeismerkedtünk a Kőmeldével itt a Feneketlen tó partjánál, ami hosszú évek óta, évtizedek óta várja a gyerekeket, felnőtteket. Erős Apolka szobrászművész mesélt arról, hogy hogyan készül egy kőszobor. Én például, bocs, de nem tudtam, hogy nem feltétlenül maga a szobrász faragja ki, képzeld el, hanem hogy egy makett alapján kőfaragók, és Erős Apolka sokat tud a szobrokról is, hiszen maga is több jelentős köztéri szobor alkotója, de gyerekkorában ott ült a Maci ölében. És János foglalkozik is ezzel a témával, mármint szobrok után is szoktál utána menni, járni, és be fogod mutatni majd a tévéképernyőin is, hogy milyen kerületi szobrok vannak, és mi az ő történetük. De az Új Budában írunk a sportról is. Van nekünk egy szuper kerületi csapatunk, az Új Buda Mavc. Kicsit keveset hallottunk róla mostanában, vagy keveset írtunk róla, inkább így fogalmaznék. Egyébként a kerületi önkormányzat a klub kiemelt támogatójává lépett elő, és nagyon jelentős a Mavcnak a tevékenysége, hiszen egy nagyon komoly utánpótlás nevelő klub. Ugye az akadémiája képez rengeteg friss
utánpótlás játékost, akiből egyébként gazdálkodik a fél ország, mondhatjuk így is, el is visznek tőlünk jobbnál jobb játékosokat. Mi viszont nem tudtunk még annyira eredményesek lenni, mint a vidéki nagycsapatok, erről is beszél Laki Csandrás vezetőedző. A feljutásért küzdenek az NB1B-ből az A csoportba, elég jók az esélyeik, és az idei szezonnak a kihívásairól mesél. És arról, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy mekkora különbség van a vidéki és a budapesti csapatok között a focival ellentétben. Itt fordított a helyzet, vidéken van a sokkal több pénz a csapatokban, és a nagyobb sikerek, a budapestiek pedig kisebb büdzséből próbálnak meg feljutni. Két sikeres művésszel, Kovács Zsopárral és Kovács Harmattal beszélgetett Tóth Kata, szerintem sokat fogunk még róluk hallgatni. Karrierjük kezdetéről biztos egy fontos emlék marad ez majd a jövőben is. Mert egyikük a Voice-ban is szerepel, ami most fut a tévéképernyőn. Aztán a kerületi programokról folytatódnak a beszámolók, az állatoki volt a Bikáspark, kutyák minden mennyiségben, és nagyon helyesek, meg lehet itt nézni a fényképüket. Aztán folytatjuk az elfogult ajánló sorozatunkat, most tényleg nagyon elfogultan írhattam egy könyvről, Boros István barátomnak a 70-es, 80-as részben, a 90-es években megjelent riportjaiból jelent meg egy kötet, Toljuk arrébb a piros bringát címmel, egy nagyon nagy korrajz és egy nagyon érdekes riport sorozat, egész irodalmivá nem esettek ezek az egykor napilapokban megjelent írások, a másik pedig Molnár Ferencnek az Üvegcipő című darabja, amely most fut a Víg Színházban. Pont 100 évvel ezelőtt Molnár Ferenc odaírta. Végezetül pedig az utolsó oldalon ismét egy jó hírrel szolgálhatunk. Csipolvasóval látták el az önkormányzat Bocskai úti épületét. Tehát aki talál egy elveszett kutyát, az mostantól már ide is behozhatja az ebet. Leolvassák ezzel a kis eszközzel a kutyacsippet, azt egy bejelentik egy telefonszámon, az állatorvos megtalálja, hogy ki a gazdája, értesítik, és úgy érte tud jönni. Ez eddig elég kevés helyen volt elérhető, a közterületfelügyeletnél például van ilyen csippolvasó, de hát ugye az a jobb, annál jobb, minél több helyen lehet így leolvasni a kutyákat. Sőt, a legjobb, ha nem vesznek el a kutyák, vagy hazatalálnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!